Sziasztok, Kata vagyok, ő pedig Bora, és ma megtanítjuk helyben maradni. A helyben maradás nagyon egyszerű feladat, mindössze annyit kell megtanítanunk a kiskutyának, hogy ő egy helyben marad, és azért potyog a szájába a kaja. Ezt úgy kezdjük el tanítani, hogy csak azért, mert kitartja a pozíciót, jutalomfalatokat adunk neki. Fokozatosan elkezdjük a klikkek számát csökkenteni, és egyre ritkábban adjuk a falatot a kiskutyánknak. Ha ez közvetlenül közelről már jól megy, akkor elkezdhetjük gyakorolni állva is. Ez az ügyes vagy. Nagyon fontos, hogy először az időt gyúrjuk fel, és utána kezdjünk el a távolságra gyakorolni. A közvetlen közelről már kb. Fél percig ki tudja tartani a kutyám a pozíciót jutalomfalat nélkül, akkor elkezdhetem a távolságot növelni. Fontos, hogyha az időt növelem, akkor a távolságot nem növelem párhuzamosan, és ennek a fordítottja is igaz. Tehát ha a kiskutyám 10 másodpercig tud egy lépésről helyben maradni, akkor ha két lépésre szeretném felgyúrni a távolságot, akkor ott az időt le fogom csökkenteni, és csak egy vagy két másodpercig maradok tőle távol. Érdemes vezényszóhoz kötni ezt a feladatot. Maradsz! Szuper ügyes vagy! A helyben maradás azért egy hasznos feladat, mert hogyha ezt apránként, türelmesen megtanítom a kutyának, akkor gyakorlatilag bármilyen inger környezetben biztos lehetek abban, hogy meg fog engem várni. Marad! Ez ügyes vagy! A feladatot nagy játékkal zárjuk! Gyere!